Természetközeli, élhető tereket alakítanak ki az új bölcsödében. A Schwarz-Dávid utca felőli szárnyban lesz a fogadórész, a nevelői és kiszolgálói helyiségek, a hosszanti szárnyban pedig a csoportszobák, az öltöző és a gyermekfürdők. Fedett terasz alatt babakocsi és kerékpár tároló lesz, és a foglalkozásokat is a napfénytől vagy esőtől védett kültéri helyen tarthatják majd. A vázlattervek bemutatásán a Keszthelyi Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője azt mondta, bölcsődei mintaterv alapján készítik el a végleges tervet. A projekt cél része a bölcsődéhez kapcsolódóan a kültéri környezetnek a kialakítása is. Ez azt jelenti, hogy természetesen játszókertet is kialakítunk, udvari játékokkal, sőt párakapu telepítése is megtörténik. De ugyanígy a projekt keretében lehetőség adódik arra is, hogy a teljes belső bútorzatot és berendezési tárgyakat is biztosítani tudjuk a projekt költségvetéséből. A város 420 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a projektre. Az erről szóló szerződést már aláírták. A kísérleti utcai óvoda helyén 2 csoportszobás, 28 férőhelyes bölcsőde lesz. A városvezetés egyébként is tervezte, hogy bölcsödét épít, amire lakossági igényeket is regisztráltak, mondta Manninger Jenő polgármester. Hozzátette, az egyház már építi a közelben a kiskastély óvodát. Én azt gondolom, hogy Keszthely avval, hogy bölcsödét és óvodát épít, ez azt jelenti, hogy kifejezetten a jövőre gondolunk, és szeretnénk a városnak egyik legfontosabb célja, hogy a gyerekeket, a családokat letelepítse a városba, és ezeknek jövőt kínáljon, ebbe illeszkedik bele ez a bölcsődeépítés. Most az engedélyezési és kivitelezési terv dokumentációt készítik. Ennek jóváhagyása után írják ki a közbeszerzést. A munkálatok kezdését jövő év első felére datálja az önkormányzat. Legkésőbb 2025 első negyedévében szeretnék befejezni a kivitelezést. A gyermekek beiratását 2025 januárjától tervezik.